Értem én, hogy minden baloldali kormánynak jobbak voltak a nemzetközi kapcsolatai, mint az Orbán kabinetnek, csak akkor miért nem hivatkozott sohasem Bill Clinton, sem a Bushok, nem még Obama sem egyetlen baloldali magyar kormányfőre sem televíziós vitákban? Már is kezdünk. Elismerés. Orbán Viktorra hivatkozott az elnökjelölti vitában Donald Trump. Két jövő van. Újabb részletet osztott meg a Köccsei beszédéből Orbán Viktor. Szeptember 11. A közel-keleti terror kiterjeszkedett a nyugati világra is. Jó estét kívánok, ez a Vezércikk, a műsor, amelyben ha elhangzik Donald Trump neve, az természetes. Ellenben, ha ő Orbán Viktort méltatja az ABC-n szervezett elnök jelölti vitában, az már kuriózum. M. Kovács Robert vagyok, és már is mutatom, kikkel beszélgetünk elsőként arról, hogy ha republikánusok nyernek novemberben, alig ha lesz bajunk a washingtoni kapcsolatokkal a következő 4 évben. Gajdics Ottó, aki az első szipeken még kételkedett abban, hogy megvalósítható-e a jobboldali összefogás, most viszont úgy látja, hogy ez már meg is valósult. Deák Dániel, aki szerint ezen a vitán egyik fél sem szerepelt rosszul, ezért mind a két tábor a saját jelöltjét kiáltotta ki győztesnek. És El Simon László, aki azt hangsúlyozta, hogy ez a vita után nyilvánvaló, hogy ha Trump nyer, az a mi politikai közösségünknek fog jót tenni, ha Harris nyer, akkor nehéz helyzetbe fogunk kerülni. Jó estét, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Első témánk előtt egy kérdés. Ti emlékeztek arra, hogy akár csak egyik baloldali magyar miniszterelnököt valaha is megemlítették bármelyik amerikai elnök jelölti vitában? Mert... ugye? Nem. Szerintem se. Még csak nem is szítták, nemhogy méltatták volna őket, mint ahogy Donald Trump tette Orbán Viktorral. Feszülten figyelte az egész világ Donald Trump és Kamala Harris vitáját. A republikánus és a demokrata elnökjelölt először csapott össze. A vita egyik részében hatalmas elismerés érte hazánkat és a magyar miniszterelnököt. Donald Trump Orbán Viktort idézte. Orbán Viktor az egyik legnagyobb tiszteletnek örvend, erős embernek nevezik, mondta Trump, aki szerint Orbán kemény és okos ember. A magyar miniszterelnököt idézve Trump elmondta, nem volt probléma a világban, amikor ő volt az elnök, Joe Biden jelenlegi elnököt pedig a republikánus elnök jelölt gyenge, szánalmas embernek nevezte. Az idézett orbáni mondatról meg megint csak el lehet mondani, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Mert azért pontosan látjuk, hogy hova vezetett 4 évnyi Biden kormányzás. Hát abból is lehet látni, hogy ezen az ominózus vitán Kamala Harris más sem csinált, mint hogy elhatárolódott addigi alelnöki tevékenységétől, és megígérte, hogy majd megpróbálja rendbe tenni azt, amit a Joe Bidennék tönkretettek, bár nyilván nem szándékosan csinálta ezt, csak hát valószínű butuska szegény, azt nem vette észre, hogyha állandóan azt ígérgeti, hogy minden jobb lesz, mint ahogy eddig volt, és előtte ő volt ott a döntéshozatali főhelyen, akkor az elég ciki. Na mindegy is, de ami nagyon fontos a mi szempontunkból az az, hogy én még akkor erősen kételkedtem, amikor az első Magyarországon megrendezett CPAC-en elhangzott az, hogy a jobb oldalnak, a konzervatívoknak is hálózatosodni kell, össze kell fognia, és én azt gondolom, hogy az én szkepszisem akkor teljesen, hogy is mondjam, csak jogtalan és érdemtelen volt a dolgok folyásával szemben, hiszen már ott tartunk, hogy az amerikai elnök jelölt Orbán Viktort hozza föl példának, és nem véletlenül, hiszen van egy csomó olyan politikai, hogy is mondjam, csak alaptéma, ami szerte a világon egy-egy választáson, egy-egy kampányban témaként szerepel, és ebben ők egyetértenek. És el kellett jutni odáig, hogy ez terjedjen tényleg a világban ugyanúgy, ahogy ez a woke idiotizmus elterjesztette magát szerte a világban, hogy mindenütt legyen meg az embereknek a lehetősége
arra, hogy válasszanak, hogy igazi tétje legyen egy-egy választásnak. Mert az, amit az Európai Unióban tapasztalunk, hogy tök mindegy, hogy kereszténydemokrata, kereszténszociális vagy szociáldemokrata pártra szavazok, a végén úgyis ugyanazt kapom a nyakamba, hát ez, ahogy is mondjam, csak ennél lesz sokkal jobb, és mondom, én nagyon örülök annak, hogy ez a konzervatív hálózatosodás és a konzervatív gondolkodók egymásra találása már ilyen szinten áll. A bevezetőmben azt mondtam a műsor elején, hogy ha novemberben nyernek a republikánusok, akkor alig ha lesz problémánk a washingtoni kapcsolatokkal a következő 4 évben. Nagyon messzire rúgtam ezzel a pöttyöst, vagy azért ez nagyjából áll? Hát a jelenleginél nem nehéz jobbnak lenni, tehát ugye azért az amerikai nagykövetnek, David Pressmannak az álmofutása, amit hétről hétre megcsodálhat a magyar nyilvánosság, azért az, hogy is mondjam, mélypontja az amerikai-magyar kapcsolatoknak, tehát rég volt ennyire mélyponton, még a kitiltási botrány időszakában akkor is még szerintem egyébként jobbak voltak a viszonyok, hát most szerintem ez katasztrófa, és nem a magyar kormány miatt, mert ugye hát volt itt egy korábbi nagykövet, tehát a Trump időszakában itt lévő nagykövettel a magyar miniszterelnök nagyon jó kapcsolatot ápolt, sőt kifejezetten baráti a viszonyunk mind a mai napig. A két ország sok kérdésben akkor sem értett egyet, de ezeket pragmatikusan meg tudták tárgyalni, egyeztetni. Most erről szó sincs, tehát most itt egy ilyen gyarmati mentalitás van. Ha nem azt csinálod, amit mi mondunk, akkor itt kritizálni fogunk. Ez jön most jelen pillanatban Amerikából. Ebben mindenképpen lesz majd egy változás. A vitára visszatérve, ugye most egy tipikusan olyan vita, hogy egyikük sem szerepelt rosszul, ezért mind a két tábor a saját jelöltjét tartja nyertesnek. Tehát, hogyha megnézzük a liberális baloldali lapokat, akkor azt mondják, hogy Kamala Harris nyert, ha megnézzük a jobboldali lapokat, akkor ott meg azt mondják, hogy Donald Trump nyert. Tehát ez egy ilyen szituáció volt, és gyakorlatilag pár héttel a választás előtt már mind a kettő jelölt a saját táborához szól, őket próbálja egyben tartani, mozgósítani, és van néhány pár millió középen álló bizonytalankodó, őket próbálják megszólítani. Ebből a szempontból Donald Trump vitte azokat a témákat, hogy a bevándorlástól kezdve nagyon sok olyan témája van, amiben ő erős, és olyan álláspontot képvisel, ami népszerű Amerikában, ezeket vitte a vita során. Viszont Kamala Harris végig Donald Trumpot támadta és kritizálta, viszont a saját elképzeléséről nagyon keveset beszélt. Kérdés, hogy ez mennyire szimpatikus azoknak, akik középen állnak. Emlékszem, amikor az európai parlamenti listavezetők vitáztak a köztévé csatornáján, akkor minden baloldali orgánum azzal volt elfoglalva, hogy mennyire elfogultan vezették a vitát. Érdekes, hogy az ABC-vel kapcsolatban ez most valamiért kevésbé merül fel náluk, pedig ha, hogy is mondjam, valakitől nem szeretnék objektivitást tanulni, azok most az ABC műsorvezetői voltak, akik ezt a vitát vezették, azért ez tökéletesen átjött, azt hiszem. Igen, de azért másodpercet védjük meg a Magyar Televízió műsorvezetőjét. Én úgy éreztem, hogy az a vita egyáltalán nem volt elfogultan vezetve, sőt katonásan, és nem csak hogy katonásan, hanem a előrögzített szabályoknak megfelelően. Tehát legkiváltképpen arról szólt a dolog, hogy férjenek bele az időbe, és maradjanak a témánál. Tehát meg véletlenül sem a köztévét akartam kritizálni, csak arra rámutatni, hogy itt viszont, akik minket tanítanak sajtószabadságból, itt azért nagyon kilógott a lólát. Jó, de hát így működnek a dolgok ezen, én különösebben fel sem akarnék. Térjünk vissza inkább az eredeti problémához. Tehát azt gondolom, hogy ezután az elnökjelölti vita után a mi szempontunkból még magasabb a tétje ennek a választásnak. Tehát nyilvánvalóan nézte Európa összes politikai vezetője, mindenki, valamennyi kormányon levő, ellenzékben levő, pártvezető, miniszterelnök és a többi, mert részben kíváncsiak voltak arra, hogy Kamala Harris mit mutat Bidenhez képest, kíváncsiak voltak arra, hogy ezen a vitán lesz nagy irányú elmozdulás, vita után lesz nagy irányú elmozdulás a támogatottságban, mint hogy az előző vitánál volt egyébként ugye Biden rovására, és azzal együtt is, hogy valószínűleg azt lehet mondani annak nyomán is, amit a Dani mondott, hogy döntetlenre sikerült ezt a meccset most hozni. A mi szempontunkból nagyon-nagyon fontos, mert egyik oldalról nagyon jó, hogy a magyar miniszterelnököt úgymond hype-olja Trump, és ez tulajdonképpen kölcsönös. De hát ebben az is benne van, hogy azok a politikai ellenfeleink, akik Európában egyre jobban szorítanak bennünket vissza, próbálnak karanténbe zárni, azok abban érdekeltek és annak szurkolnak, hogy Kamala Harris nyerjen, mert hogyha Trump győzni fog, akkor ez
most már egyértelműen meg fogja erősíteni Orbán Viktornak az Európai Unió belüli pozícióit is, hiszen Amerika legfőbb szövetségese és legfőbb politikai felvonulási terepe mégiscsak az Európai Unió. Tehát magyarul, hogyha Trump nyer, ami most azért, ha nem is annyira világos, mint a Biden jelöltség idején, de komoly esélyek vannak rá, akkor ez a mi politikai közösségünknek, illetve Magyarországnak biztos, hogy előnyt fog jelenteni, és Kamala Harris esetleges győzelme meg kifejezetten nehéz helyzetbe fog bennünket hozni. Tehát én így látom röviden a dolgot. Azzal együtt, hogy az ember persze azt is látja, hogy nem igazak azok az állítások, hogy a magyar miniszterelnök az nincsen jelen a... Nem is az elszigetelődés, mert olyan mindig van, hogy X nem találkozik Orbán Viktorral, bár most azt is látjuk, hogy például az uniós elnökséggel kapcsolatos fenyegetőzéseket nem váltották be. Tehát nem igaz az, hogy nem jönnek ide miniszterek, sok miniszter jön, itt lesz egy olyan fórum, ahol itt lesz az Európai Bank elnöke, IMF vezetője és a többi. Tehát itt nem igaz, hogy elszigetelődünk, ez tényszerűen nem igaz, de az, hogy Orbán Viktor az ország nagyságánál, mozgás terénél, gazdasági erejénél, lélekszámánál sokkal jelentősebben tud jelen lenni a világpolitikában, ez tény. Maradjunk még Donald Trump nyomdokain, mi is idézünk néhány orbáni vontatot, olyat, amelyek most nem a jelenről, meg nem a múltról, hanem a jövőről szólnak. Lássuk! Orbán Viktor újabb részletet osztott meg a Köcsei beszédéből. Két jövő van, vagy rossz jövő, vagy jó jövő. A jövők versenyét pedig meg kell nyerni. Nekünk van egy állításunk arról, hogy a mi kormányzásunk mit eredményez. A mi állításunk az, hogy a mi kormányzásunk egy szuverén Magyarországot fog eredményezni. A gazdasági semlegesség ennek az egyik legerősebb megtámasztója. És van egy képünk arról, hogy ha a másik jövő nyer, annak mi lesz a vége. Annak a vége egy alárendelt Magyarország lesz, mert megvannak véve kilóra a baloldali pasasok. Nem is csak képünk van róla, hanem elég komoly tapasztalatunk egyébként, hogy mi van akkor, ha a baloldal nyer, akkor hogyan veszítjük el a gazdasági szuverenitásunkat. Gondoljunk csak vissza, amikor az IMF, a Világbank, külföldi multik, a nagybefektetők, vagy Washington, Berlin, esetleg éppen Moszkva diktálta a magyar gazdaságpolitikát a baloldali kormányok idején. Persze nem a mi, hanem az ő érdekeik szerint. Hát mi pontosan tudjuk, hogy ahhoz nem szeretnénk visszatérni. Ez így van, és nem tisztem nekem, és Orbán Viktor sincs rászorulva, hogy én értelmezzem az ő mondatait, de egy példát azért szívesen fölhozok, annál is inkább, mert ő is mondta már ezt konkrétabban is. Gondoljunk csak bele, hogy ha valakik eladják kilóra magukat, ahogy a miniszterelnök mondta, Amerikának, és Amerikának pedig az az érdeke, hogy ne az olcsó, könnyen ide szállítható gázt fogyassza Európa, hanem az általa kitermelt palagázt jó drágán idehajóztatva, akkor bizony-bizony egy másodpercig nem riad vissza sem Amerika, sem a jelenlegi európai döntéshozók attól, hogy tönkre tegyék Európát. Gazdaságilag mindenféle szempontból. Következésképpen Európa javarésze nem szuverén. Az amerikaiak kvázi gyarmata, ha ezt meg lehetett csinálni. Ehhez képest, ha arról beszél a miniszterelnök, hogy mi pedig szuverének akarunk maradni, és mindent elkövetünk azért is, amit diktálnak nekünk, hogy diverzifikáció legyen, hogy minél több helyről jöjjenek az energiahordozók ide be az országba, ne legyünk kiszolgáltatva az orosz szállításnak, de ugyanakkor az is tény, ahogy Szijjártó Péter szokott fogalmazni, hogy ez fizikai kérdés, ha ott van a gáz, ott van a cső, akkor nekünk abból kell vásárolni. Ilyen egyszerű ez a történet, ha szuverén módon gondolkodik az ember. Ha eladta magát kilóra, természetesen ezer más szempontot is figyelembe. Hozzáteszem, én máig nem értem, hogy az amerikai palagáznak elköteleződni mennyivel jobb, mint az orosz vezetékes gáznak, de biztos van ebben logika.
Ebben a részben szerintem a miniszterelnök arra utalt, hogy 2026-ban ugye egy másik ellenzékkel kell megmérkőzni, tehát ugye a mostani európai parlamenti választás átalakította az ellenzéki térfelet, ennek megfelelően kell majd stratégiát alkotni, de az fontos hangsúlyozni, hogy hiába vannak új szereplők az ellenzéki térfélen, hiába van új kirakatember, ennek ellenére a háttér, tehát a finanszírozók, a gondolkodásmód az ugyanaz, legfeljebb most másként van becsomagolva, és kicsit próbálja úgy csinálni, mint hogyha ő valójában nem ugyanahoz a politikai oldalhoz tartozna, de hát, hogyha fontos kérdéseket nézzük, megszavazzuk-e Ursula von der Leyent az Európai Bizottság élére, vagy nem, akkor bizony, hogy beáll a sorba, és megszavazza Magyar Péter is Ursula von der Leyent a demokratikus koalícióval kéz a kézben. Tehát ilyen fontos kérdéseknél, amelyek hosszú távon befolyásolják Magyarországnak a politikai, gazdasági mozgásterét, azt, hogy az Európai Unióban milyen lehetőségei vannak, ezekben a kérdésekben szépen besorolnak ugyanoda, tehát erre utal a miniszterünk, hogy ezt kell szépen megvilágítani, elmagyarázni, hogy két jövőkép lesz majd 2026-ban, egy szuverén Magyarország, egy olyan Magyarország, amelyet Magyarországról irányítanak, vagy egy olyan Magyarország, amely az előbb említett David Pressman elvárásainak megfelelően egy gyarmati státuszban van, és azt hajtja végre, amit kérnek vagy Brüsszelben, vagy Washingtonban. Laci? Hát, egy pillanatra az előző témára visszautalnék, mert mindaz, amit a magyar miniszterelnök elmondott a gazdasági semlegességről, az függ attól is, hogy fog alakulni az Egyesült Államokban a választás. Én egyébként mind a két kimenetet tekintve pesszimista vagyok, őszintén megmondom, mert azért Amerikának vannak határozott érdekei, és hogyha a republikánusok győznek, akkor is az lesz az érdekük, hogy bennünket minél távolabb toljanak Kínától. Ez az ő gazdasági érdekük, egyébként a palagázas kérdésedre is ez a válasz, ez szintiszta üzlet. Na most, hogyha Kamala Harris nyer, akkor azt lehet látni, hogy maradni fog a jelenlegi amerikai diplomáciának a fő irányvonala, jó eséllyel itt marad a jelenlegi amerikai nagykövet, vagy hozzá hasonló száméletű nagykövetet küldenek majd ide. Viszont, hogyha Trump nyer, akkor egyértelmű változások lesznek a State Departmentben, és jó eséllyel egy velünk sokkal barátságosabb, vagy mondhatni, barátságos nagykövet fog idejönni. De akkor sem gondolom, hogy ők engednének a kínai és más dolgokban is. Azzal együtt, hogyha a Trump elnöksége esetén sokkal közelebb kerülünk a békéhez, akkor jó esélyünk van arra, hogy mondjuk olyan gazdasági kapcsolatok helyreálljanak, meg legalizálódjanak, amelyeket a szankciós politika tönkretett. Tehát magyarul számomra nagyon szimpatikus az elv, amelyet a miniszterelnök megfogalmaz, de hogy ebből az elvből mi tud megvalósulni, az nem csak a mi szándékunkon múlik, hanem a világpolitika alakulásán is. Szabad egy kicsit ehhez még hozzáfűzni valamit, hogy egy óriási különbség mindenképpen van a Trump-féle érdekérvényesítés és a demokrata érdekérvényesítés között. Hogy Trump nem is rejti vék alá, hogy ő neki Amerika az első, és ennek jegyében fog minden gazdasági döntést meghozni. Ugyanakkor nem fogja meglocsolni ezt ezzel a kulimásszal, hogy jogállamiság, meg demokrácia, meg jaj, hogy ti nem vagytok elég szolidárisak, meg emberségesek, meg nem tudom micsoda, hanem azt mondja, mi így erre megyünk, akinek tetszik, jön velünk, akinek nem, az nem részesül azokból az előnyökből, amit mi kínálunk. Szemben ezzel a trutymóval, amit a David Pressman itt csinál nap mint nap, hogy ez mindenbe belebeszél, mindenbe beleköt, és persze, hogy kilóg a lóláb, nem is a lóláb, az egész ló, hogy ő is csak érdekből mondja azt, amit mond, de mindenféle hülyeséget megpróbál mellette ránk tukmálni. Azért nem mindegy. A Pressman az politizál, és nem diplomata. Igen. Urak, szomorú nap a mai, mert hogy 23 évvel ezelőtt a világ békéje hát hatalmas mélyütést kapott, ha fogalmazhatok így. Sokan azt gondoltuk, hogy 2001. szeptember 11-e az ikertornyok ledőlése után soha többé nem lesz már olyan béke és biztonság a Földön, mint amihez azért hasonlót mégis mégiscsak megvalósította világtársadalma. Ennek ellenére sokan ma sem értik azt hiszem, hogy mire hívta fel a figyelmet ez a tragédia. Lássuk! Egyszerre volt csúcspont, valaminek a vége és a kezdete. Belevezetni egy személyszállítógépet egy irodaházba, ahol civilek vannak, ez valami gigantikus támadás volt.
Azóta a biztonsági szemlélet vált uralkodóvá. Például, ha összehasonlítjuk, hogy lehetett mozogni 2001 előtt és után az amerikai reptereken, hatalmas a különbség. Sokkal gyanakvóbb és bizalmatlanabb a világ azóta. Új dolog a szeptember 11-i terrortámadások óta, hogy a közel-keleti terror kiterjeszkedett a nyugati világra, és igen sok áldozatot produkált. Európában szerkesztőségek, diszkók, zsinagógák ellen történtek támadások. És történnek mindmáig, ha lehet egy kicsit talán kisebb intenzitással. És mégis 14 évvel később egy német kancellár, nevezett Angela Merkel, azt mondta, hogy ezeknek az embereknek a rokonai, elfbarátai, harcostársai nyugodtan jöjjenek be Európába 100 000-vel. Mi ez, ha nem ostobaság? Ezért vagyok kétségbeesve, a világ sorsa fölött merengve, mert mondtad, hogy sokan még most sem értik, nem is akarják érteni, egyszerűen tagadják azokat a nyilvánvaló összefüggéseket, amely az illegális migránsok ide özönlése és az erőszakos cselekmények számának növekedése között fönnáll. Nem tudom, mi lesz így a világgal. Tani? Ez egy olyan esemény volt, én 9 éves voltam, és emlékszem, hogy mentem még általános iskolába, és akkor ugye tudatosult bennem ez az egész történés, ugye akkor még nem volt internet, okostelefon, hanem a TV képernyőjén néztük reggel a videó felvételeket, és hát ugye azért is maradt meg bennem ez az egész képsor, mert akkor a esemény volt ez, és annyira megváltoztatta a világot, hogy mind a mai napig egyébként ennek a következményeit látjuk, és hát Európának tanulnia kéne ebből. Tehát a terrorizmus, az, hogy ilyen esetek megtörténhetnek, bizony-bizony a bevándorlással összefügg. Internet azért volt, én egy online portál főszerkesztőjeként, akkor aludtam életemben először. Nálunk még nem volt otthon. Folyamatos legyen a munka. Laci? Hát azt gondolom, hogy a 23 év vezető események leginkább arra hívták fel a figyelmet, hogy Amerika sem sebezhetetlen. És egy nyugati világ is kikezdhető, és innen nézve a kérdésedre az a válasz, hogy a legrosszabb döntés volt az elmúlt 3 évtizedben Európában a migráns hullámnak a beengedése. Urak, ennyi fért bele műsorunk első részében, most tartunk egy pár perces szünetet, de utána visszavárjuk nézőinket, mégpedig a következő témákkal. Egyetértés. Ficó szerint Szijjártónak mindenben igaza van. Halasztás. Újabb von der Leyen kudarc a láthatáron. Egyetértés. Ficó szerint Szijjártónak mindenben igaza van. Halasztás. Újabb von der Leyen kudarc a láthatáron. Jó estét kívánok, folytatódik a vezércikk Gajdi Csottóval, Deák Dániellel és Simon Lászlóval. No, hát már nem csak a magyar, de a szlovák kormányzatnak is elege van abból, hogy Brüsszel magasról tesz az uniós tagállamok energiabiztonságára. Nem véletlen, hogy a szlovák kormányfő mindenben igazat ad a magyar külgazdasági és külügyminiszternek. Lássuk! Robert Fico a szlovák közszolgálati rádióban azt mondta, Magyarország külügyminiszterének szent igaza van mindenben, amit mond. Egyetértek Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szavaival, miszerint az Európai Bizottság teljesen magára hagyta a tagállamokat, és nem nyújt megfelelő segítséget az energiaellátás biztosításában. Nekünk kell egyénileg tárgyalnunk Ukrajnával, Oroszországgal és más országokkal, fogalmazott a szlovák kormányfő. Előző részünk utolsó témájában is tulajdonképpen már érintettük azt, hogy az Európai Bizottság meg az Európai Unió vezetése lényegében szívesebben foglalkozik egyébként szír, afgán, kurd vagy éppen ukrán polgárok jogaival, érdekeivel, jogbiztonságával, mint a magyarokéval vagy éppen a szlovákokéval. És erre merik azt mondani, hogy ez nem politikai jogból van, ez az igazi pofátlanság. Egészen odáig merészkednék ma már, hogy Európa jelenlegi elitje, bürokratái, vezetése szándékosan teszik tönkre az Európai Unió tagállamainak energiabiztonságát. És előző részben utaltam már arra, hogy mindezt kinek az érdekében cselekszik. És innen kezdve én ezeket Európa elárulóinak tartom, és nagyon komoly lépéseket kellene tenniük annak érdekében,
hogy Európa versenyképességét visszaszerezzék azáltal, hogy a környékről könnyen és olcsón beszerezhető energiaforrásokhoz térjenek vissza, az atomerőművek zöldségét és tisztaságát ne csak szavakban, hanem tettekben is elismerjék, és egy olyan energiapolitikát vezessenek vissza, be, amelyik arról szól, hogy Európa és a hozzátartozó országok, az Európai Unió tagállamai ugyanolyan feltételek mellett részt vehessenek abban az új gazdasági versenyben, amelynek feltételrendszerre most van kialakulóban, és hogyha nem térnek észhez, akkor örökké rajtuk lesz a bélyeg, hogy ebből a versenyből Európát ők zárták ki. Tani? Na, szlovák barátainkat azért féltem, mert most megyem kiszivárgott, hogy megszűnt ott is a jogállamiság Brüsszel szerint, és ugye nincs már sajtószabadság, a bíróság sem független, és nem tudom még miket állapítottak meg az Európai Unióban. Tehát, hogyha egy tagállam kiáll egyébként az energiaszuverenitás mellett, kiáll a békepárti álláspont mellett, kiáll a bevándorlás ellenes álláspontja mellett, akkor ugye hirtelen megszűnik a jogállamiság, ezt most már láthatják a szlovákok is, és ugye most már a sajtóhírek arról is szólnak, hogy Szlovákia esetén is szó lehet arról, hogy bizonyos uniós forrásokat majd visszatartanak, tehát gyakorlatilag megindul ugyanaz a lemez, amit Magyarország esetében már évek óta látunk, hogy azokat az országokat, amelyek önálló hangot képviselnek, és nem állnak be a fősodorba, minden eszközzel megpróbálják elnyomni. Majd most készültünk, ugye szeptember végén lesz Ausztriában választás, ahol elképzelhető, hogy Orbán Viktorral egy pártszövetségben lévő Szabadságpárt fog majd kormányt alakítani, vagy kormánykoalícióban részt venni. Tehát valószínűleg lehet, hogy egy szomszédos országunkban, Ausztriában is meg fog szűnni a jogállam, tehát most már ilyen régi jogállamiság nélkül ilyen fekete lyuk lesz itt az a közép-európai térség, de hát látjuk, hogy ez most nagy küzdelem. Borzalmas, hogy milyen fertőző ez a szuverenitás. Igen, hát én örülök annak, hogy Fico megszólalt, mert velünk sokszor nem az a baj, amit teszünk, hanem hogy beszélünk is róla. És mások is megteszik, de nem beszélnek róla. Most végre valaki szavakban is kiállt a tettek, adott esetben a saját tettjei mellett. Tehát itt most egyértelművé vált az, hogy nem a magyarok magán bizniszéről, meg a saját kis szűk érdekeiről van szó, hanem ez egy sokkal nagyobb léptékű probléma, és hogy az Európai Uniónak a vezetése, az tulajdonképpen egy uniós tagállammal szemben egy tagjelölt országot, illetve annak az éppen regnáló vezetését segíti, támogatja. Tehát ez a dolognak a lényege a megítélésem szerint. Nagyon jó lenne, hogyha Európa más országaiban is lennének olyan politikai erők, amelyek ténylegesen meg is szólalnak. Ugye látjuk azt, hogy ki mindenki üzletel az oroszokkal, milyen konkrét gazdasági, kereskedelmi és egyéb más kapcsolatok működnek, de mindezt radar alatt teszik, és éppen ezért nem támadják őket. Persze az ember elgondolkodik azon, hogy nem kéne néha nekünk egy kicsit halkabban csinálni ugyanazt tovább, de hát ennyi finom kritika hadd férjen bele a mai műsorba. Hát igen, az átcímkézett olaj meg gáz az már mindjárt demokratikus is, tehát ezt már megtapasztalhattuk az elmúlt években. De ne csak a cirkuszról beszéljünk a poronmesterről is, mert ugye a gyerek szerint az eltelenül összeborult balliberális és áljobboldali európai parlamenti többség támogatásával sem megy igazán. Zökkenőmentesen Ursula von der Leyen újabb bizottság alakítása. Lássuk a részleteket. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jövő hétre halasztotta el a 26 biztos jelöltből álló csapatának bemutatását, közölte a Politico brüsszeli hírforrás. Az eredeti tervek szerint Ursula von der Leyen csapata szerda délelőtre tűzte volna ki a találkozót az Európai Parlament különböző frakcióinak vezetőivel, majd ezt követően nyilvánosan is bejelentette volna a következő biztosi testületet. Ezt a találkozót most a jövő héten keddre vagy szerdára halasztották, amikor az Európai Parlament Strasbourgban ülésezik. Hát amilyen kudarcos volt az első von der Leyen bizottság ciklusa, kezdve a Covid-válság teljesen alkalmatlan kezelésétől, az energiaválságot okozó önfeladó politikán, a
hát egészen a teljes fókuszvesztésig, amikor az uborka görbülete, meg az LMBTQ jogok sokkal fontosabbak, mint az európai versenyképesség. Én már azon is csodálkozom, hogy egyáltalán ő alakíthatott bizottságot, de ugye ezt tudjuk, hogy minek köszönhető. Szerintetek, ha ez most így ennyire nehézkesen megy, akkor ebben a ciklusban azt a fajta diktatórikus vezetést, amit a von der Leyen bizottságtól megszoktunk, nehezebben fogják tudni fenntartani, vagy ezek csak ilyen kezdeti nehézségek azzal a többséggel, ami mögöttük van, ugyanúgy üthetnek, rúghatnak bárkit, mint eddig? Van ennek egyébként az Európai Unió szervezetei működésében egy furcsa oka. Az pedig az, hogy egyik sem úgy működik mostanság, mint ahogy az az alapszerződésekben rögzítve lett. Az Európai Parlament például szeretne a legerősebb döntéshozó szervé válni az Európai Unióban, következésképpen egy csomó jogot el akar vonni egyrészt a tagállamoktól, másrészt a bizottságtól. És ez a hatás, amivel ezek itt izmoznak a parlamentben, óhatatlanul kiváltja, hogy a bizottságnak is valamit meg csinálnia kell, és ha más nem, akkor nem a szerződések őre, mint ahogy az le van írva fehéren-feketén, hanem ő kvázi a birodalom kormánya szeretne lenni. És ebből fakadóan aztán ő is elkezd izmozni. És akkor a válaszodra a kérdés az, hogy nem, ott az lesz, hogy egyre vadabb dolgokat fognak kitalálni, azért, hogy mutassák, hogy ők a Janik, nem pedig a parlament elnöke, vagy a bizottsági elnökök a parlamentben. És akkor még nem is beszéltünk a tanácsról, amelyiknek meg a szerződések az igazi jogokat delegálták, és ott pedig mindenféle mutyi, meg mi egyéb mentén jól láthatóan baromira fontos az, hogy ki az Ursula hívő, meg ki a nem Ursula hívő. Úgyhogy kacipántos katyvasz lesz ebből az egészből, de ami a legeslegfontosabb az az, hogy abban van nagy igazságot, hogy az nonsens, hogy ez a nő vezetheti az új bizottságot. Tisztességes biztos jelölt ilyenkor izzad és azon gondolkodik, hogy most mi a nagyobb bűn, az, hogyha belemegy ebbe a játékba, amit az imént vázoltam, vagy az, hogy cserben hagyja országát, azt a politikát, azt a gondolatrendszert, amit ő ott biztosként majd képviselni akar. És nyilvánvaló nem ítélek el senkit, aki bemegy ebbe a bizottságba, de nem lesz könnyű dolog. Jó, hát abban az európai elitben, ahol Zelenszky ölelgetése tulajdonképpen teljesítménynek számított, azért Ursula von der Leyennek is van esélye. Hát erre akartam mondani, hogy ugye Jean-Claude Junckernél mondtuk azt, hogy már nincsen lejjebb. Ugye Ursula von der Leyennel láthattuk, hogy van lejjebb, és ebből a szempontból örülök, hogy most újrázhat, mert most nem okoz csalódást az Európai Bizottságban, mert tudjuk, hogy mire számíthatunk, és nem mondhatjuk, hogy nincsen lejjebb, mert hát most nagyjából ez a szint lesz a következő években is, de hát ami szerintem magyar szempontból ugye kérdés, hogy Magyarország milyen biztosi pozíciót fog majd kapni, elfogadják a jelöltünket, ott lesz majd vitatkozás. Róla, lehet, hogy megint ugye újat kell jelölni, tehát valószínűleg még az elkövetkezendő hetek erről fognak majd szólni, hogy itt lesznek az osztozkodások mögött ilyen politikai viták is, hogy ki milyen pozíciót kap végül. Látod, milyen az a politikai emlékezet, az öreg is jászosról már szinte meg is feledkeztem, pedig hát mennyivel jobban járnánk, ha most is csak tompa lenne a bizottsági elnök, és nem rossz indulatú. Visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy most ez egy pillanatnyi megbicsaklás csak, vagy hosszú távon nehezebb körülmények között lesz kénytelen dolgozni Ursula von der Leyen. Én azt gondolom, hogy ez nem egy nagy megbicsaklás ez a mostani. Tehát, mint hogy a parlamenti többségük megvan. És láthatólag ez a parlamenti többség az európai szavazópolgárok szándéka ellenére sem kíván változtatni a politikáján. És nem kíván gesztusokat tenni azoknak, akik egyébként jelentős számú frakciót voltak képesek létrehozni, lásd Patrióták Európai Frakciót. Ebből számomra az következik, hogy érdemi változás nem lesz, sem Ursula von der Leyen politizálásában, sem az őt támogató pártoknak az irányvonalában, és hogy simán oda fogják tenni mögé a szükség esetén a többséget. De a Dani ugye rámutatott arra, hogy egy ilyen bizottságnak az összerakása, ez nem pusztán csak a bizottság elnökének az akarata szerint tud alakulni, hiszen az országok jelölnek bizottsági tagokat,
ezt egyszer mondjuk meg tudja vétózni akár a parlament, akár Ursula von der Leyen, de igazság szerint utána kénytelenek lesznek elfogadni a magyar kormánynak a személyi javaslatát, és az összes többi tagállamnak a személyi javaslatát is, legfeljebb azt tudják mondani, hogy úgy szorítanak bennünket, vagy úgy próbálnak bennünket még kiebb szorítani, hogy akkor kevésbé jelentős feladatot fog kapni a Magyar Uniós biztos, mint most. Egyébként ugye láttuk azt, hogy elég fontos feladata volt Várhelyi Olivérnek, és ez magyar szempontból is lényeges volt, hiszen az uniós bővítés az a mi térségünkben, a mi szomszédainkban az elsődlegesen fontos, nem Ukrajnában, hanem a Nyugat-Balkánon. És az a kérdés, hogy ezt az érdemi munkát tovább tudjuk-e folytatni. Végén egy kis színesebb hír. Lassan megkezdődik az Amerikai Filmakadémia válogatása a világ legjobb filmalkotásai közül. Hazánk Koltai Lajos művét, az anyák megmentőjének történetét feldolgozó mozit nevezi a megmérettetésre. Lássuk! Döntött az Oscar-díjra nevező bizottság, a Semmelweis című mozifilm képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában, írja közleményében a Nemzeti Filmintézet. A Koltai Lajos rendezésében Vecsei H. Miklós és Nagy Katica főszereplésével, Lajos Tamás producer vezetésével készült filmet mintegy 350 ezeren nézték meg a mozikban. Az a helyzet, hogy kétségtelen szerintem, hogy Semmelweis története az nem egy magyar sztori, az a világ történelmet befolyásoló életművet dolgoz föl. Szerintem persze egyébként az 1848. március 15-ét feldolgozó Most vagy sohasem sokkal rosszabb mozi, mondjuk így, mint a Semmelweis, de azt lássuk be, hogy a körülötte csapott politikai hiszti miatt az mondjuk szóba se kerülhetett nagyjából. A baj az, hogy már a Felkomfortban úgy fogalmazol, hogy az sem sokkal rosszabb mozi. Ez ne arra, nem, de magyarul nem, azt jelenti, hogy egyik sem jó mozi. Valószínűleg nem ezt akartad mondani, de azért mégiscsak rámutat egy problémára, hogy a magyar film még mindig nem tud bekerülni, vagy visszakerülni a világ élvonalába. Úgyhogy bármennyire is örültünk a Semmelweis elkészítésének is, én azt gondolom, hogy nem nagyon számolhatunk fel az esélyesek között. Azzal együtt, hogy van benne két fantasztikus alakítás, Gálffy László és Szűcs Neléjé, tehát pont két epizód szereplő az, aki világklasszishoz méltó módon szerepel ebben a filmben. Viszont a történet valóban fontos, és egyébként nagyon szépen filmezték ezt az alkotást, és a VFX, tehát a digitális utómunka is nagyszerű a filmben, tehát azért a nevezésnek azért is lehet örülni, mert reményeink szerint sokan fogják megnézni ezt a magyar filmet, és újra ráirányítjuk a figyelmet a magyar orvostudomány nagyszerű alakjára, aki tényleg a világ élvonalába tartozott akkor, és történeti értelemben mind a mai napig ott kell, hogy legyen. Dani? Szerintem ugye én kultúr szakértő nem vagyok, politikai szempontból tudom ezeket nézni. Politikai szempontból nagyon fontos üzenetem lennek a filmnek, tehát az, hogy Semmelweis a magyarságot választotta, tehát hogy Magyarország az, amit otthonának gondolt később, szerintem ez egy nagyon fontos politikai üzenettel bír, és ezért is volt egy szívet melengető film, én megnéztem, nekem egyébként tetszett, ilyen mozi, meg nem tudom milyen szempontból, én nagyon nem tudom ezt megnézni, csak politikai szempontból, abból szerintem nagyon fontos üzenete van, és a magyarság tudatot, az identitást azt mindenképpen erősíti. Hozzáteszem, Hollywoodban a nemzeti tudatot erősítő filmeket sem szokták nagyon szeretni, ha nem amerikai film kívül. Na éppen ezért én rettenetesen szurkolok a filmnek. Na jó, hát én is, miért félrejtetően nem mit mondom. De ne, pont abból akarok kiindulni, amit te mondtál, jusson el minél tovább, ha a szobrocskáig nem is, de minél tovább ebben a folyamatban, annál többen fogják ezt a történetet megismerni szerte a világban, annál többen fogják megnézni a filmet, és látni fogják, hogyha még nincs is azon a szinten, amit Laci szeretne, azon a világszínvonalon a magyar film, de igen jó úton halad afelé, mert lássuk be, hogy ezek a remek alkotások ahhoz képest, amit most nem fog mondani, hogy mihez hasonlítom, amelyek az elmúlt évtizedekben egy kicsit korábban kész. Na hát a normális újságoknál a politikai tartalom és a kultúra után jön a bulvár, mi is most ide jutottunk, mert hogy Magyar Péter, aki sokáig a teljes közvéleményt irányította, most már szerintem azért nagyjából beállt erre a bulvárhősi szerepre, és most egy újdonság, hogy előállt a politikusnak az áldozata, akit ugye abban a bizonyos szórakozó helyen egy kicsit úgy molesztálni látszott
legalábbis az elmondottak szerint, és nyilatkozott, azt mondta, hogy Magyar Péter táncolás közben nem csak legugolt fiatal lányok előtt, hanem szerinte be is akart nézni az egyik lány szoknyája alá, miután pedig ő felvételeket készített, a politikus elvette a telefonját, ezt követően elmondása szerint magyaron kívül a Tisza párt alelnöke Radnai Márk is inzultálta, és egyébként Magyar meg is ütötte a férfit. Ugye ebben az ügyben nem látunk tisztán, mert Magyar Péter szerint minden hazugság, mindenkit beperel, és mindenki szégyelje magát, de ez mondjuk nagyjából nem jelent semmit. Viszont van benne egy eljárás. Azért abból most már jó lenne, valami kiderülne. Nem értem, hogy ő miért a tangót hozta fel védekezésképpen. Hát biztos emlékeztek rá, volt az az, amikor a hátukon pörögtek a nem tudom kicsodák, és akkor azt nevezték táncnak. Hát ő most bevitte egy elemként a négykézlábmászkálást, a szoknya felemelést, a trágár dumák nyomását fiatalkorú lányoknak. Nincs ezzel semmi probléma. Ő így éli ki a táncművészet iránt érzett oldhatatlan vágyát. Hát nem egy Fred Astaire, maradjunk annyiban. Tegnap este pont a bosnyákok elleni meccsen Móna Márkkal voltam, és gratuláltam neki azért az alakításért, amit ugye Magyar Péter kapcsán láthatunk tőle az interneten. Aki még nem láttanak, ajánlom, hogy a YouTube-on nézze meg, ahogy a Mandiner újságírója üldözi Magyar Pétert, és ugye egy egyszerű kérdést tesz föl neki. Elvette a telefont, megütötte, nem válaszol. Tehát önmagában az, hogy valaki hallgat, nem válaszol ilyen egyszerű kérdésekre, azt mutatja, hogy vaj van a füle mögött, szerintem lesz még itt fejlemény. Laci? Én megnéztem ezt a ominózus felvételt, szerintem nagyon súlyos. Igen, azt kellett volna mondani a Magyar Péternek, hogy nem vettem a telefont, ezt nem tudja mondani, mert elvette. De hogyha el is vette a telefont, azt kellett volna mondani, hogy igen, elvettem a telefont, de nem ütöttem meg. Hogy ezt nem mondta, az egyértelműen azt jelenti, hogy itt baj van. Tehát el kell ezzel számolni szerintem is, majd lezajlik az eljárás, aztán okosabbak leszünk. Már ha lezajlik az eljárás, mert ugye az európai parlamenti gyakorlat szerint eddig az volt a mentelmi jogokkal kapcsolatos eljárás, hogyha egy köztörvényes bűncselekmény miatt kérték ki valakinek a mentelmi jogot, ezt többnyire az európai parlament kiadta. Na de most, hogy ugye a kereszténydemokrata néppárt legújabb lieblingje maga Magyar Péter, azért nekem vannak kétségeim, viszont abban teljesen igazatok van, hogy a legtisztábban ezt ezenek az eljárásnak a vége tudja pontosítani. Csak az európai néppárt. Bocsánat, az mielőtt benne ragadunk a saját kereszténydemokratáinkban, tehát az európai néppárt legújabb lieblingje. Most kérek elnézést Csemlén Zsolttól és mindenkitől a pártban. No, tehát természetesen az európai néppártról van szó. Hát akkor legyen ez a helyreigazítás a végszavunk. Urak, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket, nézőinknek pedig az egész esti figyelmet köszönöm. Holnap újra várjuk Önöket, Máté Zsuzsával, Fritz Tamással és Georg Spötlével itt a stúdióban. Ha lemaradtak adásunkról, azt visszanézhetik a Hír TV weboldalán. Maradjanak továbbra is csatornánkon, szép estét mindenkinek!